Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Traditionspflege, Kochwettbewerb, Kulturprogramm. Das Donaufischfest wurde wieder veranstaltet. Ungarn-Deutsche in der Waffen-SS, persönliche Geschichten. Bläserfest und Tag der schwäbischen Handwerker. Nach Lipwa kamen vor allem Menschen aus den Komitaten Branau und Tolnau. Kunsthandwerk, Messe, Kinderprogramme. In Romagna fand der Nationalitätische Familientag statt. In diesem Jahr veranstaltete die deutsche Selbstverwaltung von Mohács zum vierten Mal das Donaufischfest. Unter den Programmen erwarteten die Besucher neben traditionellen Shows auch Konzerte, eine Handwerksmesse, ein Kochwettbewerb sowie leckere Speisen und Getränke. Nach Angaben der Veranstalter kamen so viele Gäste wie noch nie zu der Veranstaltung. Ich liebte einst einen schönen blonden Jüngling, der mein Leben jetzt so bitter macht. Denn er ist vor meiner Brust gerissen, mit welchem Kummer, Schmerz bei Tag und Nacht. Hagyományos viselet, hagyományos tánc és zene. Ezeket is láthatták, hallhatták azok, akik ellátogattak Mohácsra. Idén ugyanis immár negyedik alkalommal rendezte meg a mohácsi német önkormányzat a Dunamenti Halfesztivált. A szervezők szerint egyre több látogatót vonz az esemény. Én úgy gondolom, hogy minden vendégénél többen érkeztek eddig a Halfesztiválra, tehát ilyen 5 óra után egy kicsivel szinte teltházasok az utcák. Ennek nagyon örülünk egyébként, hogy tényleg ilyen nagy érdeklődés van a fesztiválunk iránt. Tehát ahogy nézem, tele van a Schwab utca, tele vannak a főző területek. Nagyon örülünk ennek, és bízunk benne, hogy az esti koncerteken is még többen és többen lesznek. A programjainkat a Schwab kulturális programok jellemzik. Tehát a Mohácsról is érkeztek fellépők, a környékről érkeztek fellépők, de érkezett egy tánccsoport például Pilisvörösvárról is, sőt, Ausztriából is van egy Schuplatler csoportunk. A kulturális programok mellett pedig nagy szerepet kapott maga a hal. Egy verseny keretében mutathatták meg a vállalkozó kedvűek, milyen is egy igazán jó halétel. Ebben is rekordot döntöttünk, ugyanis legutóbb 150 sörpad garnitúra került kiadásra, most pedig 163-mal sikerült ezt überelni. Nagyon sok csapat, nagyon sok nevezés érkezett, a szakmai zsűri segít egyébként elbírálni a főző, vagy hát az étel mintákat. Nagyon sokan neveztek tényleg, és ezeket mind igyekszik a zsűri szakmailag, szakszerűen elbírálni, és lesz egy eredményhirdetősünk is, ahol mindenki megtudhatja, hogy mi az, amit sikerült neki összehozni, milyen jól tud főzni. De azokra is gondoltunk egyébként, aki nem szeretne főzni, hanem csak egy jó halételt kívánna elfogyasztani, ezért létesítettük a halpontot, ahol nagyon jó minőségű ételekkel szolgálunk. Mohácsi halászlé tésztával, ez az egyik ételünk, a másik a harcsapörkölt, szürke harcsából, szigorúan, túrossuszával természetesen, illetve lesz még, vagy van, sült kárászunk is a halpontot. Tehát ezt mindenkinek bátran ajánljuk. Ha esetleg idén nem jöttek el, jövőre mindenképpen tegyék meg. A versenyen résztvevők közül a legtöbben természetesen halászlevet készítettek. Ebben van ugye hagyma, só, paprika és persze a hal. Van valami különleges dolog, valami családi recept? Semmi extra. Oda kell rakni, száraz fa, ennyi. Van benne ponty, csuka, harcsa, kárász, ennyi az egész. Jó paprika kell hozzá. Ez most vegyes hal, harcsa, ponty és amur. Hát de különben ahány bogrács annyi recept, úgyhogy nem olyan könnyű ezt így most elmesélni, mert hát mi ezt a mi saját receptünk szerint csináljuk. A hagyba van benne, a hal, paprika, és ennyi az egész. Úgyhogy nem egy olyan nagy tudomány, csak most meg kell várni, hogy lobogjon, jó lobogó lángba kell főzni a halászlevet. Ezt tanultuk az őseinktől. Amióta a halászatot betiltották, azóta nehezebb hozzájutni a halakhoz, de
de ponty volt. Tehát most ez most csak pontyhalász, de hogyha tudtunk volna csukát szerezni, az is lett volna benne. Nagyon nagy recept nincsen, ez a hagyományos, úgymond bajai féle halászlé, amit én egybe rakok föl mindent, hagyma, hal, utána paprika, ugye mindig a halom meg a paprikán múlik a lé, hát majd meglátjuk, hogy fog sikerülni. A programokra sokan kíváncsiak voltak. A hagyományos zömbűsorok mellett kézműves vásár, finomságok és könnyed koncertek is várták a vendégeket a Dunaparti városban. Während des Zweiten Weltkriegs dienten etwa 120.000 Ungarndeutsche in der Waffen-SS. Warum traten sie bei? Wo dienten sie? Was ist ihnen während des Kriegs geschehen? Beato Markus hält es für wichtig, auch solche Schicksale und Lebensgeschichten vorzustellen, die für uns dieses Kapitel der Geschichte menschlicher und verständlicher machen. Dr. Beata Markus, Oberassistentin der Universität Fünfkirchen, forscht seit 2 Jahren dieses als weißer Fleck geltende Gebiet der Geschichte. Sie hat eine schwierige Aufgabe übernommen, als beschloss, nach persönlichen Geschichten zu forschen. Manchmal half ihr ein Foto auf einem Grabstein im Friedhof, eine neue Geschichte kennenzulernen. Manchmal findet man solche Geschichten eher so zufällig. Man entdeckt etwas im eigenen Umfeld. Also ich war vor kurzem im Friedhof von Mecseknádasd unterwegs und früher war es einfach so eher so ein bisschen modisch, Fotos auf so Grabsteine auch zu bauen oder einzubauen. Und es gibt manchmal auch Soldatenfotos. So bin ich auf ein Soldatenfoto mit einem Waffen-SS-Abzeichen aufmerksam geworden von Adam Hüber. Und da stand das Heldentod in Budapest. So habe ich ein bisschen nachrecherchiert, wer er war. Also sein Foto ist eigentlich ganz sozusagen lustig und lebensfreudig. Er ist in einer Waffen-SS-Uniform, aber er lächelt da. Er ist ein junger Mann mit voller Hoffnung. Und naja, so sehr viel habe ich zu seiner Lebensgeschichte auch nicht herausfinden können. Also er war auf jeden Fall in der Waffen-SS, ob Zwang oder freiwillig, das weiß ich leider noch nicht. Und er war tatsächlich dann bei der Schlacht um Budapest eingesetzt, wo er auch ums Leben kam. Er stammt eigentlich aus der Gemeinde Ubanja. Und interessant dabei ist, dass sein Grabstein ist in Mecseknádasd, aber eigentlich er wurde im Budaörs im großen Soldatenfriedhof begraben. Also seine Familie hat wahrscheinlich diesen Grabstein erst so deutlich später errichtet mit diesem Foto drauf. Aufgrund von geschätzten Angaben meldeten sich etwa 60.000 Personen in der ersten Kriegsphase 1942-43 freiwillig in die Waffen-SS. Im Hintergrund ihrer Entscheidung lagen verschiedene Ursachen. Matthias Stöckel aus Ödenburg flüchtete zum Beispiel vor der Haftstrafe. Wieder eine ganz andere Geschichte über Motivation, warum man freiwillig für den Dienst in die Waffen-SS meldete, stammt aus der Stadt Sopron. Also Sopron ist die treueste Stadt Civitas Civilissima, weil sie sich so Ungarn und nicht Österreich wehrten im Rahmen dieser, ich denke, sehr berühmten Volksabstimmung nach dem Ersten Weltkrieg. Und Sopron war eine Stadt und auch seine Umgebung, wo sehr viele deutschstämmige Personen oder Angehörige der deutschen Minderheit lebten. Und es ist vielleicht nicht so bekannt, dass sehr viele, besonders die Dörfer um Sopron, haben sich eher für Österreich abgestimmt, aber auch sehr viele in Sopron. Und dort wurden nach dieser Volksabstimmung sehr viele Feierlichkeiten und Jubiläumsveranstaltungen und so weiter so veranstaltet. Und einmal 1939 hat sich eine kleinere deutsche Gruppe zusammengeschlossen, damit, dass sie diese Feierlichkeiten stören wollen. Sie haben Flugblätter verteilt, so deutschsprachige Flugblätter darüber, dass es eine falsche Entscheidung war. Sie wurden entdeckt und auch verhaftet. So, und der Anführer Franz Ferdinand May
Da wurde auch so inbedrohte eine langjährige Haftstrafe. Deswegen hat sie einfach geflüchtet nach Österreich, das damals nach dem Anschluss schon zum Deutschen Reich gehörte, und er meldete sich freiwillig für die Waffen-SS. So mehr über sein Schicksal wissen wir eigentlich nicht. Er gehörte zur Division Viking und wahrscheinlich überlebte er den Krieg, aber mehr wissen wir über sein Schicksal nicht. Es gab auch manche, die aus Begeisterung für nationalsozialistischen Ideen der Waffen-SS beigetreten sind. Ihr Tagebuch zeugt aber von ihrer Enttäuschung. Eine andere Geschichte ist von Matthias Stöcker. Also ich habe eigentlich einen Hinweis in einem wissenschaftlichen Artikel darüber gefunden, dass es auch ein anderes Tagebuch von einem Waffen-SS-Soldat existiert, von Matthias Stöckl aus der Batschka. Er stammte aus der Gemeinde Kerény. Und er hat auch ein Tagebuch über seine Erlebnisse, Erfahrungen geführt. Er war eine Person, der begeistert von den nationalsozialistischen Ideen war. So, solche Personen gab es auch. Deswegen meldete er 1942 freiwillig in die Waffen-SS und er diente in Jugoslawien und in der Ostfront. Aber wahrscheinlich seine Erfahrungen machten ihn schon, so enttäuschten ihn. Und deswegen, so die letzten Tagebuchaufzeichnungen sind auch so sehr deprimiert. Und so nach der Erzählung der Familie war er sehr verzweifelt, so besonders am Ende des Zweiten Weltkriegs, so ab 1944. Er hat sehr viel Alkohol konsumiert und er meldete sich dann so in den letzten Kriegsmonaten in der Nähe von Budapest zu einem sogenannten Himmelfahrtskommando. Das waren solche Aufträge oder militärische Aufträge, wo man ziemlich sicher wissen konnte, dass man es nicht überleben wird. Und das war tatsächlich so. Also Matthias Stöckl starb da und sein Tagebuch hat dann das Familie irgendwie gerettet. Aber deswegen ist eigentlich seine Geschichte bekannt, weil er das selber wahrscheinlich hätte nicht erzählen wollen. Nur dadurch, dass er im Krieg fiel, wurde seine Geschichte dann doch öffentlich gemacht. Ich habe vor, diese Forschung noch einige Jahre lang weiterzumachen und ich hoffe, dass ich auch noch mehrere solche eher persönliche Geschichten kennenlernen werde, dass ja auch Familien oder Personen sich melden werden, die irgendwelche Quellen oder Informationen haben, weil natürlich solche persönliche Geschichten machen dieses Kapitel der Geschichte schon viel, menschliche. Dadurch verstehen wir ein bisschen besser, welche Motivationen diese Menschen haben konnten und nicht, da kommen vielleicht dann nicht diese ganze allgemeine Urteile, dass okay, das waren alle Nazis in der Waffen-SS, weil es so nicht stimmt. Bereits zum vierten Mal organisierte der Ungarisch-Deutsche Kulturverein, bestehend aus Mitgliedern des Nationalen Blasorchesters LIPWA, das Bläserfest, das in diesem Jahr durch den Tag der schwäbischen Handwerker noch bunter wurde. Neben dem örtlichen Orchester traten bei dem Treffen auch die Kapus-Sekcü und Zetschke-Bläser auf. Das Blaskapelle-Festival in Lipwár ist seit 2016 eine der größten Veranstaltungen in der Region. Zusammen mit der Blaskapelle jedes Jahr bringen sie mit einem begleitenden Thema Farbe ins Programm. In diesem Jahr veranstalteten sie den Tag des schwäbischen Handwerkers. In schwäbischen Dörfern lebende Handwerker brachten ihre Waren. Hauptorganisator des Tages ist Anders Schwinkler, Mitglied der Ungarischen Deutschen Kulturvereins LIPWA und seit 2008 auch Kapellmeister der örtlichen Blaskapelle. Az első Lipói Fúvós Fesztivált 2016-ban szerveztük, onnantól kezdve két évente kerül megrendezésre, és minden rendezvényen egy más kísérő témát választunk, hogy még szélesebb körben elérhessük az embereket. Ez az idejében a Schwab kézművesek napja volt. 2020-as rendezvényt azt sajnos nem tudtuk megtartani, így azt egy évvel csúsztattuk, azt tavaly tartottuk meg, és most az idejében visszatértünk a páros évű rendezésekhez. A zenészek Kapos Szekcsőről, Duna Szekcsőről érkeztek, illetve mi fogunk a Lipói zenekarral fellépni. Borjádról érkezett egy tárcsoportunk, valamint a nap fénypontja az osztrák Tidirium Blaskapelle lesz, akik Bécsből érkeznek. A kézművesek pedig szerte a megyéből, de Pest megyéből is érkeztek, Tolna megyéből. Wir sind von Neukoll, wir machen Handarbeit seit 7 Jahren. Das ist eine kleine Gemeinde neben Bécsvárad. Und das machen wir 7 Jahre. Ja. Das sind kleine Tiere für Babys oder
Mädchen, Jungen. Und dann sind Teppiche, handgemachte Teppiche auf dem Stuhl. Und dann haben wir noch, jetzt ist ja Lavendelzeit, dann haben wir Lavendelpuppe oder ein Strauß von Lavendel oder haben wir kleine Eule. Das ist auch mit Lavendel gefüllt. Und für die erwachsenen Kinder, die schon lesen können, dann haben wir für kleine Buchhalter, da sind kleine Tiere drauf, das können sie zwischen Buchblätter tun und dann können sie das weiterlesen, wenn sie mal aufgehört haben. Außerdem der örtliche Orchester treten bei den Treffen auch die Kapusszekcső und Szécskebläser auf. Kapusszekcső fúvós egyesület formában 2013 óta létezik. A mi jogelődjeink vagy őseink azok a 70-es évektől kezdve a Habich Konrádnak az életművét próbálják gondozni. 70-es évben költözött Konrád bácsi Kapusszekcsőre, és onnantól ezt a baranyai, tolnai, sváb kultúrát próbáljuk ápolni, igyekszünk ápolni. Ennek a végső folyamánya lett végül is az egyesületnek a jogi formája. Hála Isten bírjuk a Konrád bácsi fiának a támogatását, mind kotta ügyileg, mind szellemi támogatás gyanánt. Ezért aztán remélem, hogy a jövőben is ezt meg fogjuk tudni őrizni. Mi nagyon régóta együtt zenélünk, ilyen 20 éve. Még Schlitternő bácsi hozott bennünket össze, aki szintén ennek a zenekari hagyománynak a folytatását tűzte zászlajára az akkori ifjúsági fúvószenekarnak. És hát az ő cipőnyomaikban próbálunk haladni és megoldani azt a közösség összetartó erőt, amit ez igényel. Wir sind aus Pilischcsaba gekommen und machen unsere hausgemachte Chilisauce. Unter anderem haben wir Bärlauchpesto mit Chili, ohne Chili, auch ein bisschen mit Rauch drin. Dann haben wir ist ein Familienunternehmen, also wir machen das mit meiner Frau und meinen Kindern. Meine Frau stammt aus Scheumar, ich stamme aus Mecek-Nadas, aus Nadas, und ja, so sind wir jetzt dann hier eingeladen. Wir haben hier verschiedene Paprikasoßen, verschiedene Chutneys, Barbecue-Soße, haben Chili-Soßen, Chili-Cremen, alles, was das Herz begehrt. Ziel des Ungarisch-Deutsches Kulturvereins von Lipwer ist die Vertretung der Interesse von die in und die Siedlung lebenden schwäbischen Minderheiten und Durchsetzung ihrer Rechte. Sein Präsident ist Josef Sukfil, der ist auch der Präsident der Selbstverwaltung des Komitats. Diese Bläsertreffen, diese vierte Bläsertreffen organisieren wir diesmal, wie gesagt, zum vierten Mal. Das war eine Idee von unserem Kapellmeister und von einigen Mitgliedern des Vereines, dass wir so etwas organisieren hier im Dorf. Eigentlich, wir haben schon diese Blaskapelle seit 40 Jahren, kurz und gut. Und dass die Mitglieder, die Musiker ihren Mut nicht verlieren, dann müssen wir uns etwas einfallen lassen, dass sie die Lust haben, zu dieser Arbeit und zu dieser Musik weiter zu pflegen. Und in ihrem Repertoire haben sie auch nicht nur die schwäbischen Lieder und so, sondern auch moderne Stücke. Das spielen eventuell sicher die jungen Musiker viel lieber. Und so bleiben sie auch bei der Kapelle. Kunsthandwerk, ein Markt, ein Luftschloss und viele weitere Programme erwarteten die Lokalen am Nationalitätischer Familientag in Romagna. Organisiert von der Deutschen Selbstverwaltung der Siedlung, konnten Jung und Alt etwas nach ihrem Geschmack finden. Bei der ganztätigen Veranstaltung konnten die Teilnehmer auch einige Besonderheiten sehen.
Egy manapság már nem mindennapi tárgyat, a rokkát is láthatták működés közben azok, akik ellátogattak Romonyára. A Baranyai település német nemzetiségi önkormányzata ugyanis családi napot szervezett. Ennek keretében kézművesek és elismert népi iparművészek mutatták be mesterségüket, portékáikat, akik mind a Kaptár Egyesület tagjai. 35 éve alakult az Egyesület Magyar Lukafán, több helyszínen volt már a székhelye az Egyesületnek. Most az a jövő, hogy itt ebben a faluban, ezen a településen tudjuk a gyökeret verni, és megpróbálunk itt népi hagyományokra építve olyan kézműves mesterségeket bemutatni, ami még élő itt nálunk. Vannak fazekasaink, mézeskalács készítő, textilműves, szövőnk van, fajáték készítő, a teljesség igénye nélkül kosárfonunk is, aki most jelen pillanatban nem tud itt lenni, csuhéművesünk, és mindenki itt helyszínen mesterségbemutatót is tartott a mesterségéből, illetve a kézportékáiból tudunk egy párat megmutatni itt a pultokon. A családok saját kezükkel is készíthettek különböző tárgyakat. Kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a kedvükre való programot a szervezőknek köszönhetően. A Romonyai Német Nemzetiségi Önkormányzat, hogy ma az elején indulja, 2014-ben alakult. Célunk, hogy értéket teremtsünk, közösséget építsünk, együttműködünk civil szervezetekkel, környékünkön élő nemzetiségi önkormányzatokkal. Tagjaink mellett nagyon sok segítséget kapunk az itt élő emberektől, például egy rendezvényt is csak összefogással, közös munkával lehet megvalósítani. Körülnézve látható a sok lila pólós segítő, ezek a nemzetiségi segítők, de rajtuk kívül is nagyon sokan hozzájárulnak rendezvényeink sikeréhez. Ez a nemzetiségi, német nemzetiségi családi nap is minden évben meg lett tartva, kivétel ebből a 2020-as év volt. A régmúlt kézműves tevékenységeket átvéve a jelenbe mutatja a bemunkáit a Kaptár Egyesület. Nagyon sikeresnek ígérkező együttműködés lesz, mivel nagyon jól dolgozunk Túros Jánossal, a kaptárosok főirányítójával, aki családjával én már romanyai, teljes mértékben közönségünkhöz tartoznak. Gál Erzsébet festőművész képeiből is láthatok kiállítás, egy különlegességgel, egyedivel készült erre a napra, amit biztosan állíthatok, hogy csak nekünk van. Egy egész alakos családot festett meg, melyek arca ki lett vágva, és bárki fotózkodhat a kép mögött, és ha ez elkészült, a képet nézve kicsit visszarepülhet az időben. Szilágyról Frida néni jött, és nagy szeretettel hozta el saját készítésű sváb babáit, melyek a festmények mellett lettek kiállítva. Idősebb Burik Gyula is több rendezvényünk sikeres előadója, sváb zenéjével, harmonika előadásával dobta fel az ebéd hangulatát. S ha már az ebédhez értünk, babujás készült, melyet a hatalmas szívvel, lelkesedéssel és persze főző tudással készített Illés Tünde, aki most már kijelenthetjük, hogy Romonyai Német Nemzetiségi Önkormányzatunk elsődleges szakácsa. Az ízek magukért beszéltek, és a babujásból nem is maradt semmi. És itt vannak az állatmentőink is, akikkel is szoros kapcsolatot ápolunk, tehát eljönnek a rendezvényeinkre, kutyákat lehetett sétáltatni, és a gyerekeké ott a főszerep, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezen a családi nemzetiségi napon mindenki megtalálhatta azt, ami neki a legjobb. Ahogyan azt Ábel Edit elmondta, egy különlegességet is bemutattak a családi napon. A Német Nemzetiségi Önkormányzat kérte fel Gál Erzsébet festőművészt, hogy készítsen egy festményt, amelynél fotókat is készíthetnek a látogatók. A romonyai származású alkotó nagyon örült a felkérésnek, mint mondja, csodás dolognak tartja. Hozott egy pár fényképet, hogy milyen ruhák legyenek. Hát ugye régen zömében, sötét ruhába öltöztek a hölgyek, és hát azt mondja, legyen valami színes, mert azért a mai világban kellene azért valami szín, hát mondom, jó, akkor legyen színes. Na és akkor így egy családi képet sikerült megfesteni, ezt akrillal. Hát nem tartott túl sokáig, de nem sikerült elkészíteni, és akkor az itteni asztalos csinálta meg a vázat hozzá, meg ő vágta ki az arcok helyét. Emellett a festőművész más alkotásait is megcsodálhatták az érdeklődők, korábbi festményeiből ugyanis kiállítást rendeztek a családi napon. Vielen Dank für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.